reggel, sziasztok! Elmúlt kicsivel 8:30. Egészen pontosan 49-el van most. És Nagykerbe megyek. Már korábban akartam indulni, de még fel kellett ébredni. Javított kerékér, amit elküldtek szervizbe, mert hibás volt. Egy kazetta test. Kíváncsi, hogy kisikerült belőle. Ma lesz, ha elhozom, a vendégem a kié, az elviszi, holnap elvileg edzést tart vele, megerőltetés, ha ugyanazok a hibák jelentkeznek, akkor kezdődnek a problémák. Picit hideg van, de lassította is, ilyen 19 fokokat van, úgyhogy nem öltöztem túl, rövid nadrág, zokni, 3 réteg felső, abból kell egy hosszú. És már kezdik a hétfői hülyeség, már 1000 millió ember autóban ül. Úgyhogy most kezdődik a nap, de már türelmetlen. Köszönöm. Meglett a kerék. Szia kutyús! Most hazaviszem. Elintetkedtem közben más dolgokat, de sajnos egyik se jött össze. Úgyhogy csak a kereket tudom vinni. Sajnos. Még lehet, hogy az XLC-t megkérdezem, hogy tud-e valamit a dologról. Hát sajnos az XLC-nek sincs. Nem tudom, kitől szerezték múltkor. Nem tudom. Duszom sincs. Na, megyek haza, leteszem a kereket, átteszem a kék táskát és irány dolgozni, már elmúlt 4:11, és sietem be. Ugye kedd van, nem hétfő, ezt korábban rosszul mondtam. Most már mindjárt dél. Hát ettem még leült bennem, azt elindulok. Nem erőszak a disznótól. Későn éltem vissza, kapkodni nem fogok. Így jártam. Igyekszem bennmaradni elég sokáig, ameddig csak bírok. Hát nem estig, max ilyen 5-6 magassága. Max. Igazából az attól függ, hogy a időjósok mennyire mondtak igazat, hogy fog-e vagy nem fog esni. Mert nem hozok magammal semmit. Nem is akarok. Elegem van abban, hogy minden nap cipelje az esős szintet, mert jaj, jó percenként nem esik, esik, nem esik, esik, esik. Meg is jött az első cím. Megint egy közeli Bangla büfé. Akár ha út 40. Vagy utca, akár. Ugye le kell valami Sodródon. Mégse. Úgy döntöttem, hogy hosszadó jövök.
kicsit nyugodtabb, meg talán valamivel szélvédettebb. Egyszer lett volna akkor a izé. Akkor most fordulok. Igen, mert innen egyszerűbb a szövetség és a Veselényi a Bangulához. Nagyszerű. A házmester biztos örülni fog, hogy össze úgy osztattad a kukát. Szegény valam. És most? Szemerkél. Az eső. Szemerkél, tehát nem nagy dolog, de erről annyit, hogy nem lesz ma semmi csapadék. Éjszaka jön, ha jól hallod. Oké, megvan az étel, és a következő kaptam egy párhuzamos, ez pedig az Erzsébet körút 53, Capital by Fold, Falfel. Capital by Falfel. Itt még nem jártam. Nem baj, megnézzük. Ki a királyon is bar. Meglett a kajó, pont nullára, és egy percet kaptam a Kresgéca utca 37-be elvinni, ez 1,8 km. Kolléga. Megjöttem. Hát volt 3 millió az út közben. Láthattátok. Az a baj. Hölgyek az elsőség. Nagyon szívesen. Ezt átadtam. Következő adás. Az pedig a Visegrádi utca 47.
Milyen az én formám? Esik. Ó, gyalogos ment is. Rosszul mondtam, ez inkább szakad, mint hogy sem esik. Ó, hogy az a... Ó, egyszerű. Ezt átadtam, és a következő, az a harmadik címem, az a Terész körút 62, Zimburger, nyugati. Gyönyörű időnk van. Zimburi! Meg is jövök lassan. Hát, srácok, nem lett jó kedvem, mert eljöttem egy darab dologért, a Visegrádi 47-ből, visszamegyek a Pannonia 49-be. Tehát nem tudom, hogy kik írták ezt a logát, de hogy nagyon degenerátul működik, az biztos. Logikátlanul. Miért nem az vette fel, aki már eleve itt volt? Miért engem kellett ide rángatni, azért visszamegyek ugyanabba az irányba? Ezért volt mínusz 9 perces a cím. Gyerekek, mi van ma? Pedig kedd. Mi lehetett tenni a besőbe? Abban a szakadó besőbe, mert még okkal ki. Ajjajajajajaj. Vigyázz, hogy az utolsó másodpercekben szokták kitalálni. Jajja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 j
Lámpája van! Ezt a már... Azt gondolod, hogy a gyalognak nincs lámpája! A. Na, ledobom. Másik címet nem kaptam, pedig pörgős. Ah, most már csak normál. Három cím és egy óra van. 2450 forintot kerestem, úgyhogy beléptem 12.02-kor. Na, kettő, egy óra két perc alatt. Ez jó. Nem tudom, mi történt, gyerekek, de úgy látszik, a mai napra nekem be fog fellegezni, mert eltölt egy külő. És persze gyakorlott a holdai. Egyszerű. Csodálatos. Ide kell kötnem, hogy ilyen boldog legyek. Aminek nem örülök. Megismerkedünk? Szia! De drága vagy! Ó, régen láttam Tacsit. Bocsánat, törpepincsért. Elnézést. Nagyon helyes vagy. Mondták már neked? Igen? Már mondták. Na, srácok. Ennek a futárperces résznek ennyi. Haza fogok menni. Ez nekem most már sok volt. Már reggel gondoltam, hogy ha ennyire elhúztam az időt, meg ennyire furán megynek a dolgok, akkor el kéne engedni. Nem baj, bejöttem, megpróbáltam. Erre eltört a kívül. Most abban az Aldiba igyekszem, nincs kedvem visszaülni a bringára, most egy picit így. Nem a biciklire haragszom, csak erre az egészre, hogy tudom, hogy nem csináltam rosszul. Jól van megfűzve, nincsen túlhúzva, de ezek a küllők egyszerűen nem bírják, meghaltak. Úgyhogy megyek a Mátyáshoz, van neki 20, nem tudom, nem 20, 16 darab ilyen 290-es küllője, és akkor szépen megcsinálom. Más nem tudok. Átdugozgatom egyesével, átfúzom egyesével a küllőket, beállítgatom, centrírozom és kész.
megjöttem Mátyáshoz. No. Hát az van, hogy lemerült a kamera közben, bepofáztunk és elfelejtettem kikapcsolni, de nem baj. Most megyek haza, megvannak a küllők, kaptam 16 darabot. Egyik oldalt meg tudom csinálni, a másik oldal marad. De nem baj, mert a fék oldalhoz nem kell nyúlni, csak át kell helyezni. Na mindegy, jók legyetek. Köszönöm, hogy megnéztetek, és így itt voltak. Találkozunk majd, amikor találkozunk. Hát,